Németországban már volt alkalmon tesztelni a BMW i3-asát, ami itt van mögöttem, de sajnos csak egy órán volt, viszont most a BMW Magyarország jó voltából megkaptam több napos tartós tesztre. Igazából arra voltam kíváncsi, hogy mennyire BMW az i3-as, mennyire viselkedik BMW-sen, mennyire prémium autó, ahogy azt a BMW-től megszoktuk, és hogy egyáltalán milyen vezetni, elég-e a hatótáv, és hát ezt néztük meg az utóbbi pár napban, úgyhogy most elmondom, hogy mik a tapasztalatok. Amikor először bemutatták az i3-ast, megmondom őszintén, nem nagyon tetszett. Képeken látva, hát ilyen kis gnómnak tűnt olyan, mit is mondunk, bumburnyák egy picit az autó. Hogyha elkezdjük megvizsgálni az apró részleteket, ezeknek a veséknek a kialakítását, amin tulajdonképpen nincs is légbeömlő, hiszen léghűtésre nincsen szükség egy villanyautónál, vagy a kis kékkel körberakott BMW logót, vagy ahogy megyünk tovább és mondjuk megnézzük a fényszórókat, minthogyha egy gyönyörű szép ilyen női állat simogatnék, annyira szépen egybe vannak a vonalak, és egyébként ott a BMW adaptív ledes lámpa is látszik, ami sajnos csak extraként elérhető, de viszont benne van és baromi jól világít sötétben. Ha jövünk tovább az elejétől és követjük itt a vonalakat, akkor itt kiegyenesedik az alsó rész, a tető viszont elkezd lefelé menni, aztán itt alul megint egy beugró vonal a nagy hátsó üvegek miatt, és itt megint összeszűkül az egész. Egy elképesztően gyönyörű szép formát ad az autónak oldalról, mindenki megnézi az utcán. Bár nem látszik rajta talán első látásra, de ez egy igencsak hát csúcs technikával elkészített autó, ugyanis itt, amit látunk, ez a, hát hogy is mondjam, nem túl szépnek kinéző küszöb, ez a Forma 1-es technológiából megismert karbon ból készült, és az egész utas cella, tehát hogyha itt megnézzük végig, akkor az egész utas cella így körbe végig a tetejével együtt egy karbonból készült utas cella, és a BMW volt az első, aki ezt tömeggyártásban meg tudta valósítani, gépekkel meg tudják csinálni ezt a szénszálas anyagot, és az egészet össze tudják préselni, úgyhogy egy tulajdonképpen 300 kilós spórolást sikerült megoldani a BMW-nek ezen az autón. Itt, ahol mutatom, ezen a részen kapott helyet a lítium-ionos akkumulátor pack, 22 kW-os, és itt az egész autó aljában az akkumulátorok találhatók, mert ugye az autó teljesen elektromos. Az egyik kedvenc elemem az autón, a extra ellenébe rendelhető turbina felni. Hát a virsli gumik, az hát nincs 22 cm, nekem 22 cm az araszom. Ez a gumi azért ilyen keskeny, mert a gördülési ellenállás így könnyebb, így ennek a jegyében keskeny gumikat szereltek az autóra, viszont a hát kanyar dinamikában megmondom őszintén, egyáltalán nem gondolnám soha, hogy ilyen keskeny gumikkal van szerelve. Viszont érdemes megnézni ezeket a felniket. Turbina felnének hívják, extra ellenében rendelhető. Én biztos ezzel venném az autót, még hogyha ennek az ára 270 ezer forintba is kerül, mert elképesztően gyönyörű ezzel a fekete fényezéssel és a szárhúzott, polírozott alumíniummal. Csodálatos műalkotás, kérem szépen. Ez is üveg, és belesimulnak a hátsó lámpák az üvegfelületbe. Hogyha kinyitjuk a csomagteret, akkor egy 260 literes csomagtartót láthatunk, ami nekem bőven elég volt egy fullos bevásárlásra, egy telepakolt bevásárlókocsival, de hogyha nem lenne elég és biciklit akarunk szállítani, akkor lenyithatjuk az üléseket és további 1100 literes csomagteret kapunk. Elő is van egy kis csomagtartó, de ez igazából ennyi, a töltéshez szükséges kábeleket pakolhatjuk ide. Hogyha beülünk az i3-ba, ugyanúgy a jövőbe érezhetjük magunkat, ugyanis nem csak kívülről nagyon érdekes a formája, de szerintem szép az i3 formája, hanem belülről is egy teljesen szokatlan belső tér kialakítást láthatunk. Például érdemes megnézni a teljesen különálló kormányoszlopot, mivel nincs ez a szokásos nagy műszerfal, hanem két kijelzőnk van. Van a kilométer óra, illetve a legfontosabb adatokra szolgáló kijelző, illetve van a BMW-kben megszokott plusz középkonzoli kijelző. Ez egyébként, amiben most ülünk, egy full extrás autó, úgyhogy ebbe például eukaliptusz fabetétet is láthatunk, ami egyébként nagyon szép, nem szeretem fabetéteket, de ez kifejezetten szemet gyönyörködtető, és ami érdekesség, hogy Magyarországon készítik ezeket a fabetéteket. A
A kormány nekem egy picikét keskeny, de szerintem ezt egy unisex autónak csinálták, és igazából valószínűleg hülyén néz neki egy MS vastagságú BMW-s kormánnyal. Nekem egy picikét keskeny, de abszolút megszokható, és egyébként is egy ujjal lehet vezetni az autót, annyira kezes bárányként viselkedik. Rengeteg belső tér van egyébként az autóban, ugye nincsen kardán tengely meg semmit középen, tehát még ide is pakolhatunk. Nagyon nagy láptér van, elől is, hátul is teljesen kényelmesen négy ember simán el tud férni. Az ülések pedig kifejezetten tetszenek. A BMW nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ennek az autónak minél kisebb legyen az ökológiai lábnyoma, ezért a legtöbb helyen újra felhasznált műanyagokkal dolgozik, lehet, hogy ez valaha még egy kólás PET palack volt. Kicsit furcsa egyébként, de abszolút megszokható, és a tudat, hogy ez újra felhasznált anyagból készült, abszolút kellemessé teszi a belső teret, és így igazából egy-két nap után teljesen megszoktam, hogy ilyen anyagokból készül az autó. Még a töltést megmutatom gyorsan, aztán elindulunk és megmutatom, hogy milyen vezetés közben. A legjobb ebben az autóban, hogy amikor nap végén hazaérünk, akkor nem a benzinkúton tankolunk, hanem otthon a garázsban. Ilyen egyszerűen. És mehetünk a dolgunkra. Sokan kérdezik, hogy mennyi idő alatt lehet feltölteni az autót. Nos, amíg alszunk feltölti, 6-7 óra alatt teljesen fel lehet tölteni a 100-130 km-es hatótávra, és mindez mennyibe kerül? 500 forintba. Tehát jól hallották, kedves hölgyeim és uraim, 500 forintból tehetünk meg 130 km-t. Milyen vezetni? Fergeteges. Tényleg. Csak azt tudom mondani, hogy fergeteges. Egészen elképesztően jó futómű van az autóban. Igazából nagyon-nagyon örülnék, hogyha ennyire csöndes és ilyen kellemes rugózású futómű lenne az E4-ben. Nyilván ezen a 70-es gumik is segítenek, hogy kellemesebb legyen az utazás. Viszont most csinálhatunk egy 0-ról 70-re gyorsulást itt a Váci úton. Ups, kicsit megszaladt. Hát ennyi idő alatt el lehet vele érni itt a Váci úton a megengedett sebességet. Oda kell figyelni elég komolyan, hogy mit csinál az ember az autóval. Ez az autó abszolút a városba lett kitalálva. Ezért is bőven elegendő a 120-130 km-es hatótáv. Ezzel a hatótávval szerintem taxisokon kívül nem sokan közlekednek többet a városban. De most beugrunk. Tényleg állva hagyja a többi autóst, hihetetlen. Szóval én azt tapasztaltam, bejártam vele munkába, meg autózgattam a városban, hát igazából 50 km után már így ki akartam szállni és akartam kajálni egyet. Bőven-bőven elegendő a napi 120 km, és utána otthon rádugjuk a töltőre, és gyakorlatilag amíg alszunk, az autó teljesen feltölti magát 100%-ra, teljesen normál 220-as csatlakozóról, tehát egy teljesen normál konnektorba bedugjuk az autót, és 6-7 óra alatt 100%-ra feltölti az akkumulátort. Ami ennek az autónak az érdekessége, hogy van mögöttem egy benzinmotor, ami 1,5 millió forintba kerül pluszba, viszont ez a motor 120 km per órás sebességig képes tulajdonképpen tölteni az akkumulátorokat, tehát ez a benzinmotor nem hajtja az autót, hanem csak egy generátorként funkcionál, és csak akkor, amikor gurulunk az autóval, tehát állóhelyzetben nem is halljuk, menet közben sem nagyon. Ez elég megnyugtató lehet azoknak, akik mondjuk azt mondják, hogy ők néha a Balatonra is leszeretnének menni ezzel az autóval, akkor a 120-130 km-es elektromos hatótáv mellé még kapunk 120 km-t a benzinmotorral, illetve annyit, amennyit még rátankolunk, ugyanis 9 literes tankja van az autónak, ami nem sok, viszont gyakorlatilag csak arra kell, hogy kihúzzuk vele a hatótávot. Megmondom őszintén, én nem is használtam a benzinmotor csak teszt céljából, mert nem volt rá szükségem, tehát a napi 120-130 km megtehető távvárosban az sokkal több, mint elegendő. Ami még érdekesség, hogy ezt a 120-130 km tulajdonképpen
nem is nagyon kell odafigyelnünk a vezetésre, tulajdonképpen bárhogy produkálja az autó, gond nélkül megoldja, akár akkor is, hogyha többet gyorsulgatunk a kelleténél, vagy annál, amit a Eco üzemmódnak hívnak. Ami meríti az akkumulátort, az például télen érdekes lehet. A hidegben kicsit kevesebbet tudnak a lítiumi konaksik, és a fűtéssel egy olyan 10-20 kilométeres hatótávot el lehet veszíteni. Viszont mondom, ilyenkor a benzinmotorral simán meg lehet oldani, hogy biztonságban érezzünk magunkat, és ne kelljen töltőállomást vadászni. Volt olyan, hogy egy órán keresztül nem kellett a fékpedálra lépjek, hanem egyszerűen csak így ráéreztem, hogy amikor fékezni akarok, elveszem a gázt, és szépen a maga az i3 az meg fogja állítani az autót, és ez nagyon-nagyon élvezetes. Na most éppen parkóhelyet keresünk, úgyhogy itt az alkalom, hogy kihasználjuk a parkóasszisztens lehetőségeit. Itt a kijelzőn már látom is, hogy van itt egy hely. Azt mondja, hogy álljak meg. Engedjem el a kormányt, és tartsam lenyomva a parkolás asszisztens gombot. Hű, és így elkezd beparkolni magától. És így tekeri a kormány, mint a bolond. És megcsinálja. Egész ügyesen, nem a legjobb helyen álltam meg. Nem segítettem direkt neki. Hoppa. Betekertett tövig a kormány. Fú, hát ez ilyen földön túli élmény. Azt hiszem a hölgy nézőim most így felkiáltanak és azt mondják, hogy ilyet akarok. De nem akarom ezzel degradálni a női vezetőket, csak tudom, hogy nem szeretnek parkolni. És kész, be is tette parkingállásba, és beállt magától az autó. Hogy mennyire jó közlekedni vele a városban, hát komolyan mondom, elgondolkoztam rajta, hogy a saját BMW Z4-emet le kéne cserélni egy i3-ra. Ugyanis az van, hogy nem kell, nincs sebességváltó, tehát folyamatosan egy sebességünk van, és bármikor lenyomom, például ott van egy kis luk, és lenyomom, akkor így kész, befértem a lukba. Itt van másik luk, itt is befértem. Ezúttal is elnézést kérek a BMW-s közlekedés módért a Váci úton autózóktól. Szóval az van, hogy ezzel az autóval bármikor, amikor meg kell indulni, akkor lenyom a gázt és azonnal megindul. Nincs az, hogy most rossz sebességi fokozatban vagyok és 60-nal csorgok 6. fokozatban vagy 7-ben, és akkor vissza kell váltani a 3-at. Egyszerűen lepadlózom és kész, bármit lehet vele csinálni. Első nap pénteken próbáltak gyorsulgatni, hát ilyen Honda Civic, meg Opel Astrák, meg Skoda Superb, és hát 335-i BMW is próbált gyorsulni az i3-en, hogy mindenki vérszemet kap, és az van, hogy esélyük nem volt. Tehát így ez az autó ugye 7,8 alatt van 100-on, ami nem tűnik soknak, viszont egyszerűen csak le kell padlózni, nem kell a fordulattal foglalkozni, míg egy átlag autóval azért nehéz kihozni a gyári megadott gyorsulási értékeket. Plusz, amikor lendületben van az autó, és mondjuk 40-ről odalépek neki, egy 40-től 70-ig való gyorsulásra, félelmetes. Megugrik az autó, és ott van. Ugye az sokkal érdekesebb adat, hogy 0-ról 50-re 3,2 másodperc alatt gyorsul föl, ami egészen elképesztő, mindenféle kerékcsikorgás és minden ilyen hülyeség nélkül, egyszerűen csak megy, mintha ilyen dróton húznák az autót, vagy mintha fogaslétszer lenne az úthoz rögzítve. Szegény Gergő alig bírja tartani a kamerát egy ilyen vehemensebb gyorsításnál. De azt kell mondjam, hogy elég meggyőző. Sokan mondták, hogy nekik nem tetszik annyira ez az autó. Aztán mondtam, hogy gyere vezess, próbáld ki, és azonnal megváltozott a véleményük, és mindenki azt mondta, hogy ez fergetegesen jó. Többen el is gondolkoztak, hogy kéne, nagyon kéne, mint ahogy én is, tehát nagyon-nagyon szívesen elfogadnám második autónak munkába járni, mert félelmetesen jó lehet vele közlekedni a városban. Egy idő után az ember azt is megszokja, hogy mindenki versenyezni akar, és egy idő után már nem foglalkozunk ezzel, de minden esetre jó móka, akár a sebességhatárok tökéletes betartásával így szétalázni az átlag autókat. Amit nagyon érezni még vezetés közben, hogy könnyű az autó.
megint csak a BMW Z4-emet tudom felhozni, ami egy kétszemélyes kabrió tulajdonképpen, viszont 1600 kg, ez az autó, ez 1315 kg a benzinmotorral együtt. A benzinmotor nélküli változat 1195 kg, hogyha jól emlékszem, tehát 1200 kg alá be tudta vinni a BMW az önsúlyát az autónak. Egészen elképesztő teljesítmény, úgy, hogy ne felejtsük, hogy tele van pakolva akkumulátorokkal, és nem egy picike autóról beszélünk. Amit még fontos tudni, hogy ha ilyen autót vásárolunk vagy használunk, akkor minden egyes megállásnál, bárhol is álljunk meg, oda fognak jönni emberek, és elkezdenek kérdezősködni, hogy hú, milyen autó ez, ez milyen BMW, és hogy fú, ez tényleg full elektromos, és mennyi hatótávon, és így végeláthatatlan kérdéssort indítanak felénk, tehát naponta többször 10 percet mesélhetünk embereknek az autóról, annyira egyedi jelenség az utakon. Igazából nem tudom pontosan mennyi van Magyarországon, úgy hallottam, hogy 20 darab környékén fut az utakon, tehát 20 embernek van ilyen i3-as jelenleg Magyarországon. Én nagyon remélem, hogy ad az állam minél hamarabb az elektromos autókra olyan kedvezményeket, hogy minél többen elérhessék, minél többen megvehessék ezt az autót. Igazából azt gondolom, hogy a 10 millió forint alá elkezd bekúszni az ára, például ha nem lenne áfa az elektromos autókra, akkor ez könnyedén megtörténhetne. Szerintem rohamosan elkezdene terjedni, mert biztos vagyok benne, hogy egy tesztvezetés után nagyon-nagyon sokan megkívánják ezt az autót. Jöjjön a fekete leves, beszéljünk egy kicsit az árazásról, mert sajnos ennek az autónak ez az egyetlen egy gyenge pontja szerintem. És igazából talán nem is annyira gyenge pont, hiszen a műszaki tartalmat megvizsgálva és a menetteljesítményt megnézve, igazából a 13,5 millió forintos alapár teljesen korrektnek mondható. Viszont ugye BMW nincsen extrák nélkül, hogyha valaki szeretné a kicsit szebb felniket, a ledes adaptív világítás, vagy egy kicsit szebb belső teret, akkor igen súlyos milliókat kell szurkolni. Ez az autó, amiben most ülünk, ez 17,8 millió forintba kerül. Bruttó. 17,8 millió forint. Az nagyon sok pénz sajnos. Még a videó elején szó volt róla, hogy mennyire BMW ez a BMW, és azt kell mondjam, hogy maximálisan. Abszolút érezni azt, hogy egy prémium autóban ülünk, és teljesen megvan az a vezetési élmény, amit egy BMW-nél megszoktunk. Megmondom őszintén, nekem az autó például sokkal jobban tetszik, mint egy 1.6-os vagy 2000-es benzines BMW, biztos, hogy ezt az autót választanám inkább. Nagyon-nagyon direkt és közvetlen a kormányreakció, nagyon jó visszajelzések vannak. Tényleg nem kerültem bele olyan szituációba, még úgy, hogy azért küldtem is neki a körforgalomba, hogy az autó furcsán viselkedjen, vagy ne érezzem a határait az autónak. Még a kis vékony gumik ellenére is nagyon-nagyon jó a tapadás. Nem tudom, tényleg varázslat az egész. Nyilván az alacsony súlypont nagyon-nagyon sokat segít az autónak az úton tartásában. Hogy kinek ajánlom ezt az autót? Hát elsősorban magamnak, hogyha valaki a szülinapomra vagy a névnapomra szeretne meglepni, akkor nagyon-nagyon boldog emberré tenne, nyilván ez nem fog megtörténni. Igazából azoknak javaslom ezt az autót, akik szeretnének egy második autót csak városi ingázásra, munkába járásra, bevásárlásra, moziba menetelre, vagy vacsorába elmenni ezzel az elektromos autóval, abszolút tökéletes megoldás. Nem számítanak a dugók, nem merül olyankor az autó, teljesen csönd van, nagyon-nagyon kényelmes a futómű, nagyon-nagyon jó vezetni, irgalmatlanul jól megy, tehát nem kerülünk olyan forgalmi szituációba, hogy ne lenne elég ez a 170 lóerő és 250 Nm. Igazából, hogyha az áfát eltörölnék, akkor hát picit több mint 10 millió forintról beszélnénk csak. És egy nagyon jó kis családi autó, két személynek plusz mondjuk két gyereknek, vagy akár négy felnőtt is simán elfér benne. Úgyhogy én azt mondom, hogy akinek van pénze és megteheti, hogy tartson második autót, az ne valami benzines kis hülyeséget vegyen, hanem vegye meg ezt az autót, mert nagyon-nagyon jó kis autó az i3.